a kígyó istennő bolygója. Üdvözlök mindenkit, ma ezt a 2003-as science fiction fogom bemutatni, és hát mit mondjak, ennek a filmnek már a címe is nagyon árulkodó, mert hát milyen lehet az a film, aminek a kígyó istennő bolygója a címe, azért lehet sejteni. És hát nem csak ez az árulkodó, hanem rögtön a film nyitó jelenete is, amikor egy űrhajót látunk, és hát az egyik pilóta elég sokat mondó pózba vágja magát rögtön a nyitóképernyőn. Hát gondolom kitaláltátok, itt őről van szó, és azért az elég sokat mondó, amikor egy film rögtön egy ilyen mi a fasz keresek itt testtartással kezdődik. Na de ismerkedjünk meg közelebbről is a hőseinkkel, az egyikük Jake, a másik pedig Adam. Mindketten pilóták, és abból az okból érkeztek erre a bolygóra, hogy felmérjék a terepet, ugyanis itt régen telepeseket helyeztek el, de nagyon régóta megszakadt a kapcsolat a bolygóval, és ők jöttek kivizsgálni. Természetesen fokozatosan ki fog majd derülni, hogy itt sokkal többről van szó, de erről majd később. Magával a leszállásra is problémája van már Jake-nek és Adamnek, ugyanis az űrhajó enyhén szólva beszarik landolás előtt. A sugárzás agyonvágta a navigációs rendszert. A belépő program nem működik. Hát azért ez fasza. Az űrhajó azért nem tud leszállni egy bolygóra, mert annak van sugárzása. Azért egy űrhajót arra találtak ki, hogy landolni tudjon egy bolygón. Hát ez körülbelül olyan, mintha egy kocsi tönkre menne csak azért, mert parkolnia kell. Közben itt már a zuhanás jelenetet láthatjátok, és hát észrevehetitek, hogy effektek terén se voltak itt toppon az alkotók. Haver, ennél ügyesebben kell bolygóról bolygóra szögdécselnünk. Na, gyere szépen! Elfelejtettem, hogy be vagyok kötve! Aha. És mint hallhattátok, főhőseink annyira lazák és coolak, hogy még akkor is ráérnek poénkodni, amikor éppen tönkrezúzták az űrhajójukat. Egy olyan bolygón, amivel több száz éve megszakadt a kapcsolat, tehát jó eséllyel a biztos halálba zuhantak, de őket ez nem zavarja. Ráadásul Jake karjába még egy ilyen hatalmas fém szilánk is belefúródott, de hát ez se probléma, hát csak belőnek neki egy kis nyugtatót, amitől azonnal úgy érzi magát, mint koca a mennyben, és elkezd úgy viselkedni, mint valami betépett füves. A kutyák bolygója. Kretén. Később azonban Adam tényleg megtalálja a kutyát a gazdájával egy Will nevű kölyökkel együtt, aki ilyetten elszalad előle, Adam pedig talál egy templomot, ahova be is sétál, ahol nem semmi jelenet tárul a szeme elé, egy csomóan mindenféle furcsa ruhákban egy kígyó istennőt próbálnak megidézni egyfajta ilyen szeánszon, de nem is ez az érdekes, hanem hogy a templomban jelenlévők mindegyike nő. Dudák, dudák, nyom, 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 nyom. És megjelenik maga a kígyó istennő is, aki nem más, mint egy... mint egy borzasztóan meganimált kígyó. Nagyon csini. Ezután kiderül, hogy nem mást akarnak feláldozni a kígyónak, mint Wilt, a kisfiút. És ennek a szőkehajú csajnak, aki a bolygó királynője, az egyik testőre nagyon kiakad. Ugyanis ő nem más, mint ennek a kisfiúnak a nővére, és nem akarja, hogy feláldozzák az öccsét. Úgyhogy, mint valami idegbeteg a fegyverével hadonászva, elkezdi lecsapkodni a fiút tartó őröket. Egyébként ez meglehetősen érdekes jelenet, itt elkezd harcolni az egyik őrrel, miközben a másik 8 nem csinál semmit, úgyhogy itt azért nagyon komoly hadi morál van. Nézzétek, olyannyira nem érdekel senkit, hogy itt verekednek, hogy magának a kígyónak kell közbeavatkoznia, hogy lecsillapítsa már őket. Ez kész röhely. Ezután pedig megtudjuk, hogy ez a szőkehajú Sumuru nevű nő, illetve ez a feketehajú Texan nevű némber egymás úgymond vetélytársai. Egyfajta ilyen hatalmi harcban, ugyanis Sumuru a bolygó királynője, míg Texan a templomistennő, és ez közöttük ilyen hatalmas viszályokat generál. Itt például éppen az, hogy Sumuru nem hajlandó kivégezni a testőrét, amiért megvédte az öccsét, de a párbeszédüknek vége szakad, ugyanis Adamet felfedezik, és elkezdik üldözni. Adam és Will együtt menekülnek vissza az űrhajó roncshoz. Egy csillaghajó kölyök! Hát innen inkább egy gyűrött konzervdoboznak tűnik, de biztos így van, ha mondod. Egy kis tűzharcban Adam megsérül, de még sikerül visszaevickélni az űrhajóba, és ekkor fut be a bolygó királynője Sumuru, aki kijelenti, hogy neki élve kell a két csillagember, és hogy ő bemegy az űrhajóba. Be is megy, majd meggyógyítja
Adam sebét, és elviszi a két férfit a palotájába. Itt egy hosszabb sztori magyarázás következik, amiben Jake elmondja Adamnek, hogy a vizsgálatai alapján azt állapította meg, hogy ez a bolygó éppen haldoklik, és már csak hónapjai vannak hátra. Illetve szót ejtenek valami rejtélyes betegségről is, amiben az egész föld szenved, de az itt élő emberek nem. Sumuru meghívja Adamet, hogy beszélgessenek, és gyakorlatilag az előző párbeszéd folytatódik. Ezúttal azt tudjuk meg, hogy ezen a bolygón a nők uralkodnak, és a férfiak szolgasorban szenvednek. És hát ehhez képest meglehetősen érdekes, hogy amikor Sumuru hivatta Adamet, akkor ő éppen zuhanyozott, és kicsit se zavarta, hogy egy férfi, egy szolga, egy alsóbbrendű lény végig csodálhatja az ő testét a maga mesztelen valójába. Hát szerintem egy úrnő egy ilyet egy szolgának nem igazán engedne meg a valóságba, de hát jó van. A nagy beszélgetésnek az lesz a vége, hogy Sumuru elkíséri Adamet a férfiak fogoly táborába, ahol láthatjuk, hogy itt bányásszák a köveket. Szóval itt a nők tényleg úgy tartják a férfiakat, mint az ókori egyiptomiak a rabszolgákat. Úgyhogy azt hiszem, simán kijelenthetem, hogy ez minden idők legfeministább filmje. A férfinak izma van, nem agya. A férfi munkás. Sőt, néha meglehetősen férfi gyűlölő. Életben tartjuk őket. Maguktól soha nem élnék túl. Na jó van, azért ne essünk túlzásokba, mindennek van egy határa, azért oké, hogy a férfiak erőszakosabbak, mint a nők, de azért azt nem hiszem, hogy a férfiak ne tudtak volna egy ennél még sokkal virágzóbb társadalmat is összehozni, röpke 500 év alatt. Nő ölhet férfit. Na jó, ebből elég. Azt hiszitek, hogy hagyni fogom, hogy egy film így eltapossa a férfiakat? Azt hiszitek, asszony nép, hogy hatalmatok van felettünk? Hát nem. Tudjátok meg, hogy... Csöndet! Oké. Miután Adam sem nagyon ért egyet Sumurujék módszereivel, leütik és visszaviszik a palotába. Azonban Texan emberei már várják őket, és csapdát állítva lelövik az őröket és elviszik Adamet. És akkor itt most megragadnám az alkalmat, hogy beszéljek a film két mellékszereplőjéről. Az egyik Will, ez a gyerek, aki, ha hiszitek, ha nem, halálosan idegesítő. Egyszerűen az őrületbe kergetett ez a gyerek. Egy dolog, hogy az egész szerepe tök fölösleges, de borzasztó fejeket vág állandóan, és a szinkronja is pocsék. Nem megmondtam, hogy maradj távol a templom zónától. De nem is én, a kutya! Folyton elrohangál. Póráz! Ráadásul állandóan a kutya nevű kutyájával van elfoglalva, rohadtul nem érdekli semmi más az egész film alatt, csak hogy mi van azzal a döggel. De helyes kis kutyus, mi a neve? Kutya! Kutya? Kutya. Ez egy név. Az, hogy Buksi, az egy név. Az, hogy kutya, az egy beutaló az idegesítő gyerekszínészek zárt osztályára. Ace Ventura Junior és Francis Capra mellé. A másik szereplő az ő nővére Dove, aki pont a tökéletes ellentéte, nem idegesítő, nem irritáló, szimpatikus, és ráadásul ő az egyetlen nő az egész szereplőgárdába, aki szerintem még nagyon szép is, és tőle még egy komolyan vehető színészi munkát is láthatunk. És hogy miért mondom mindezt? Hát ezért. Szuper, az egyetlen szimpatikus és érdekes karaktert, akit ráadásul szívesen néztem volna még, a film közepén lelövik. De nem baj, helyette nézhetjük ezt az idegbeteg nőszemélyt, aki Texant alakítja. Aki miután elrabolta Adamet, gyakorlatilag folytatja vele ugyanazt a párbeszédet, amit már réges-régen a film elején elkezdtek, arról, hogy mi a fene történt ezen a bolygón. Nos, ebből a jelenetből azt tudjuk meg, hogy réges-régen történt egy hatalmas nagy villanás, ami megölte majdnem az összes férfit, és emiatt lettek a nők a dominánsak. Illetve felmerül még egy érdekes kérdés. Én vagyok az élő istennő. Na de, hogyha te istennőnek hiszed magad, akkor miért te mutattál be áldozatot a kígyónak? Akkor ezek szerint az istennőnek is van főnöke? És különben is, mi van azzal a kígyóval? Végül is ez a beszélgetés nem tart sokáig, ugyanis Sumuru és Jake betörnek, hogy visszarabolják Adamet. Csinos, Ruci! Nehogy komolyan vedd! Ez az, poénkodjatok! Akkor látjuk csak igazán, hogy mennyire halálosan lazák vagytok. És ezután újabb sztori magyarázás következik. Ezúttal az derül ki, hogy van valahol a bolygón nem messze egy kiégett zóna, ahol van egy lezuhant űrhajó, és hogyha az sikerül újraindítani, akkor az elég nagy lesz ahhoz, hogy kimenekítsék a teljes lakosságot, mielőtt elpusztul a bolygó. Szuper! Oké, okay, okos fiú, úgy gondolod, be tudsz indítani egy hajót több ezer év után?
Az irányító központ kvantum meghajtású reaktora valószínűleg kilőve, de a fúziós generátorok talán működőképesek, és ha be tudnánk izzítani őket, akkor esetleg feltölthetjük a hajó telepeit. Hát öregem, én bármibe lefogadom, hogy fingot sincs, hogy miről beszélsz. Hőseink kénytelenek megtorpanni, mert Texán emberei üldözik őket, és felmennek inkább a felszínre, és ott folytatják a sétát. És mit gondoltok, mit kapunk itt? Újabb sztori magyarázást! Ez nem rossz dolog, hogy a film fokozatosan próbálja meg adagolni az információkat, hogy a néző lassan, tényleg fokozatosan értse meg, hogy mi történt, de ezt nem úgy kellene fölépíteni, hogy hosszú duma, aztán történik valami, aztán megint hosszú duma, aztán megint történik valami, tehát nem a dumát kéne megszakítania ilyen mindenféle akciórészeknek, hanem az akciórészeket kéne dumának megszakítania, és akkor sokkal jobb lenne a balansz. Ennél a résznél több érdekes dolgot is megtudunk, az egyik az, hogy az a nagy fényvillanás, amiről beszéltek korábban, az egy robbanás volt, amiben az itteni telepesek haltak meg, akik ugye főképp férfiak voltak, a nők pedig azért maradtak életben, mert nem voltak ugye itt, ők nem dolgoztak, hanem otthon voltak. A másik dolog pedig, hogy egy vírusnak hála, az egész emberiség terméketlenné vált, és Jake és Eden valójában azért van itt, hogy... találjanak olyan embereket, akiket még nem fertőzött meg a vírus. És kiderül, hogy a bolygó lakosait nem fertőzte meg ez a vírus. Egy szóval itt már nem csak arról van szó, hogy ki kell jutni a bolygóról, hanem meg kell menteni az egész emberiséget. Ez egyébként két kérdést is felvet. Egy, hogyha az egész emberiség fennmaradása a tét, akkor miért nem egy egész hadsereget küldtek hozzáértő emberekkel, miért két ilyen balfaszt? A másik, ki a fenét érdekel néhány fanatikus kígyóbűvölő bula, amikor az egész emberiség kipusztulóba van. Engem az érdekel, hogy mi zajlik közben a Földön. Aha, szóval ez zajlik a Földön. Oké, akkor térjünk vissza a kígyószarsághoz. Hőseink elérik a telepesek állomását a kiégett zónában, és megtalálják az űrhajót is, azonban Texán emberei már a nyomukban vannak, összesen körülbelül 10. Látjátok, ezt utálom még ebben a filmben, akkora kamu az egész. Itt most egy bolygó egyik uralkodójáról van szó, egy bolygóéről, egy nőről, aki kikiáltja magát istennőnek, és... összesen 20 katonája van, hagyjuk már! De ugyanez igaz Sumurura is, ő lenne a királynő, aztán egy ember sincs, aki segítene nekik. Marha jó. Itt már a finálé felé tartunk, nagyba megy a lövöldözés, és imádom ezt a részt, amikor Texán katonái csak úgy elsétálnak Jake és Will mellett, így eszükbe se jut mondjuk elfogni őket, vagy túszként használni, vagy ilyesmi, de azért Sumuru is frankon tolja, ahelyett, hogy lelőné Texánt vagy valami, inkább kiáll ellene verekedni. Az nem érdekes, hogy egy egész bolygó és egy nép sorsa függ attól, hogy sikerül-e beindítaniuk az űrhajót és legyőzniük Texánt? Nem, le kell állni, keménykedni. Texán halála egyébként abszolút a film csúcspontja, én szakadtam a röhögéstől. És figyelem mindenki, most következik a film legcoolabb beszólása, és az a poén, hogy ez most tényleg vicces is lesz. Ja, nem láttam, hogy jössz. Na, ilyenből kellett volna még néhány, és rögtön nem lett volna olyan gáz az egész. Mint láthattátok, hőseinknek sikerült megjavítani az űrhajót, és most éppen azt tervezik, hogy felveszik a bolygó egész lakosságát. Hát nem tudom, szép nagy ez az űrhajó, de hát, hogy egy bolygó lakossága belefér-e, hát, mindjárt meglátjuk. Ez meg mi? Hát, jártam már osztályba, ahol többen voltak. Ez egy bolygó lakossága? Hát ne hülyítsenek már. Látjátok már, megint ez a rohadt kicsinyesség. Egyszerűen nem képes ez a film nagyba gondolkodni. Vagy csak nem volt elég pénzük. De most komolyan egy egész bolygó, ami több száz év alatt, ezt többször elmondták, több száz év alatt fejlődött ilyenre. Ott több száz év alatt összesen ennyi ember volt, és mindegyik vagy rabszolga, vagy pap, vagy katona. És hol vannak az építészek? Hol vannak a szakácsok? Hol vannak a...
Az emberek! És hát azt gondolnánk, hogy itt már vége van, de kapaszkodjatok meg, még nincs vége, ugyanis ekkor fut be az, amire a legkevésbé se számítottam, a kígyó. Igen. És esküszöm, én nem értem ezt a gondolkodást, tehát nem tudnak megcsinálni normálisan egy óriás kígyót, és a történet tökéletesen meg lenne óriás kígyó nélkül is. Akkor miért kell belerakni az óriás kígyót? Azért, hogy a gyenge karakterek, az átgondolatlan történet és a rossz színészi játék mellett legyen néhány pocsék effekt is? Ez a film direkt arra játszik, hogy minél rosszabb legyen, vagy hogy van ez? Végül is sikerül megsütniük a kígyót, és ezzel valóban befejeződött most már a film. Kicsit nyitva van hagyva a befejezés, de azért el lehet képzelni, hogy hogy lesz ennek az egésznek vége. Egy csomó lengén öltözött bombázó, egy halom izomagyú fickóval karöltve elhatározzák, hogy felépítenek egy új társadalmat. Majd leforgatják a halálos iramot és gazdagok lesznek. Végeredményben a kígyóistennő bolygója egy nagyon logikátlan, következetlen és félre sikerült darab, de nem állítom, hogy nézhetetlen vagy olyan baromira rossz lenne, mert őszintén szólva, a sok baromsága ellenére én mégis egész jól szórakoztam rajta. Nem mondom, hogy jó, de megítélek neki egy jó szívű közepest. És a végén egy közérdekű közlemény, sokan kérdeztétek, hogy mi van az aligátorunkkal. Hát szegény kicsit kiakadt a múltkor, amikor bedobtuk hozzá a vámpíros film bekáját, és ma reggel széttépve találtuk a ketrecet, és ő pedig megszökött. Úgyhogy ezúttal kérek mindenkit, hogy aki esetleg találkozik vele, vagy látja, az próbáljon már meg fölhívni minket. A telefonszámunk rajta van a nyakán fityegő kis bilétán. Nem veszélyes állat, nyugodtan oda lehet menni, barátságos kis jószág, csak az idegesítő emberekre harap. Úgyhogy előre is köszönöm a segítséget, és persze a figyelmet, és remélem jól szórakoztatok, sziasztok!